A videó támogatója a Sixt. Sziasztok, én Pataki Tamás vagyok, ez itt a Power Slide, és a mai videóban bemutatjuk nektek a vadonatúj Lexus RX 450H-t. Megmutatjuk azt, hogy hogyan működik a hibrid rendszer, megnézzük, hogy mennyire praktikus ez az autó, és bemutatjuk nektek, hogy milyen érzés vezetni, hiszen ez a legfontosabb egy autós bemutatóban. Viszont mielőtt belevágunk, iratkozzatok fel a Power Slide YouTube csatornára, és nyomjátok meg a kis csengő ikont, hogy értesítsen titeket, amikor feltöltünk egy új videót. Vágjunk is bele! Tehát a Lexus hajtása, motora. A Lexusban egy 3500 köbcentis V6-os VVT-i motor dolgozik, ami önmagában 262 lóerőt tud. Ez már mind nagyon szép és jó, de hozzá dolgozik még egy 167 lóerős elektromotor és egy 68 lóerős elektromotor, ami csak a hátsó tengelyre dolgozik. És ez összesen 479 ló lenne, aminek nagyon örülnénk, de sajnos ez nem így van, az autónak az összteljesítménye csak 313 ló. Ez a 2,4 kWh-s akupak sokkal inkább arra szolgál, hogy visszatermeljen nekünk, mint sem arra, hogy teljesítményt adjon. Ezért tud ez a 2 tonna fölötti autó körülbelül 9 liter körüli fogyasztást csinálni nekünk, inkább 10, gyári adatok szerint ugye ilyen 7,5 és 8 között mozog, de hát ezt nem fogjuk tudni vele elérni. A legjobb talán, amit el tudunk érni, ez a 8,5, ez országúti körülmények között, de erre van ez a rengeteg aksi az autóban, hogy segítsen nekünk a fogyasztásban. Azért valljuk be, hogy ezek a fogyasztási adatok az autó méretéhez viszonyítva nem olyan rosszak, és hogyha valaki rendeltetésszerűen használ egy plug-in hibrid autót, és minden nap becsületesen bedugja és tölti, akkor ennél nyilván sokkal jobb fogyasztást elér, mint ebben a lágy hibrid autóban, de azért nekem nem ez a tapasztalatom, hogy a plug-in hibrid autó tulajdonosoknak a nagy része így használna az autót, hanem inkább beleül, benyomja a battery üzemmódot, feltölti, és akkor pedig kilő az égbe a fogyasztás, úgyhogy hogyha ebből a szempontból nézzük, akkor talán ez a legtakarékosabb ilyen SUV. Ez a Lexus egy elképesztő, óriási nagy batár, de tényleg 2 méter széles, 5 méter hosszú az autó. Ugye itt egy ilyen homokóra alakú hűtőrácsunk van, ami marha jól néz ki, de ezekkel a fekete felnikkel és ezzel a szürke színnel egy ilyen iszonyat mozdony, ami nagyon durva lehet, amikor megérkezik a tükrödben. A facelifttel a Lexus megkapta ezeket az új Bladeskin Billed lámpákat is, amikben percenként 6000-et forognak állítólag ilyen pengetükrök. Ebből csak annyit érzékel az ember, hogy annyira világít, hogy már én érzem kínosan magamat, amikor az előttem lévőnek az agyát is kivakítjuk vele. Ebből a Lexusból még kapható egy L verzió, azt jelenti, hogy long. Az alapból 5 méteres autóhoz még hozzátoldanak 11 cm-t és plusz egy üléssort hátra, tehát 7 személyes lesz az autó. Na most ez mind nagyon szép és jó, egyébként használhatatlan a hátsó üléssor, hogyha 7 személyeset választjuk az L verziót, de plusz 3 millió forint. Abból már tudunk hozzávenni egy külön autót is. Beszéljünk egy kicsit az autó csomagteréről, mert érdekes dolgok vannak itt. Elsősorban, amikor elektromosan kinyitjuk, akkor olyan hangot ad ki, mintha rosszat csináltam volna, és ez nagyon kínos tud lenni, hogy így megnyomom. Sípol egy óriásit, és utána nagyon lassan nyílik ki, de tartsatok velünk, ki fog egyszer nyílni, sikerült. De amikor benn vagyunk a csomagtérben, akkor tök jó az egész. Hogyha ezt a gumit itt felemeljük, akkor itt van alul a pótkerekünk, és itt vannak ilyen tároló rekeszek. Ezt most kivettem, és biztos, hogy nem fogom tudni, hogy hogy kell visszarakni, de nem baj, ezt majd valaki más visszarakja. Egyébként 453 literes a csomagtere, ez egy kicsivel kisebb, mint a német vetélytársaké, de egyébként, hogyha lehajtjuk az üléseket, akkor nagyon sok hely van az autóban. Megpróbáljuk összerakni egyébként, mert hát teljesen szétesett, hogyha közelebb jöttök egy kicsit, akkor meg tudom mutatni, most már ez is kijött, és egyébként ilyen műanyagokba kell tulajdonképpen ezt belehelyezni, de elég furcsa az egész. De egyébként, hogyha egyben van a dolog, akkor... Onnan...
2 hours later. Nem, így. Aha. Szóval, hogyha egyben van a dolog, akkor nagyon hasznos, mert hogy ugye oda be tudunk rakni dolgokat, és hogyha száguldozunk az autóval, amire amúgy nem való nagyon ez az autó, akkor tökre be tudunk mindent rakni, de ez tényleg egy hasznos dolog, tök jó. Beszéljünk a jó dolgokról az autóban, mert általában a japán belterekben sok jó dologról nem tudunk beszélni, de szerencsére ebben a Lexusban bőven van ilyen. Például a 15 hangszórós Mark Levison hifi rendszer, tényleg nagyon régen hallottam ilyen szép hifit, a bőrök nagyon puha, tehát a legpuhább bőrök, amikben valaha ültem, az ülés elképesztő kényelmes, és valószínűleg ezek a bőrök fogják az összes autó közül a legjobban bírni egy Lexusban nyilván. Egyébként az autóban az infotainment menürendszer az gyötrelem egy német autóhoz képest, de egyébként meg lehet szokni, nekem fél napba telt, mire rácsatlakoztattam Bluetooth-on a telefonomat, hát ilyenek a japán autók, kicsit bonyolultak. De például ez a touchpad, aki szerette és a lövöldözős játékokban nőtt fel gyerekkorában, GTA vagy Call of Duty, annak ez nagyon fog tetszeni. Ez a Lexus egyébként a elektronikus eszközök töltésének a mekkája. Itt van 2 darab USB töltőnk, és ha kinyitjuk a középkonzolt, itt is van 2 darab USB töltőnk, és itt nem ér véget, mert még van egy wireless töltőpadunk is, tehát összesen 5 darab eszközt tudunk tölteni ebbe az autóba, csak elől, mert még hátul is vannak USB töltők, meg hogyha jól tudom, és hátra nézek, itt van 2 darab USB töltő, nagyon jó, tehát összesen számításaim szerint 7 helyen tudunk ebben az autóban tölteni, ami teljesen hihetetlen. És egyébként nagyon fontos megjegyezni azt, hogy az Apple CarPlay ugye be kell dugni az autóba, és ezekről nem működik, ezekről az USB-kről, csak hogyha ezt kinyitjuk, és ide dugjuk be a kábelt, akkor onnan fog működni az Apple CarPlay. Nagyon jó oldalrekeszeink vannak az autóban, ki lehet nyitni őket, és ez azért marha jó, mert hogyha olyanok vagytok, hogy mindig másfél literes üdítőkkel járgáltok, és az egyik pohártartóba se férnek be, akkor kinyitjuk, és ide gyönyörűen berakjuk, és még nem is zörögnek. Úgyhogy ez baromi jó, ez a legnagyobb találmány tényleg az autózás történetében. Ennek a Lexusnak a hajtásláncát úgy hívják, hogy E4 4x4. Ez arra utal, hogy előre hajt a benzinmotor és hátra hajt a 68 lóvas villanymotor. Ennél a váltója talán egy fokkal érdekesebb az autónak, hiszen egy fokozatmentes váltó van benne. Inkább úgy hívnám, hogy folyamatosan változó áttételű ECVT váltó van benne. Ebből annyit érzékelünk, hogyha nyomunk egy nagy gázt az autónak, akkor folyamatosan egy fordulaton tartja, olyan 5000 körül. Na de a legfontosabb szempont egy autónál az, hogy milyen érzés vezetni. Hát nagyon, nagyon jó érzés vezetni ezt a Lexust, azt kell, hogy mondjam. Úgy tudnám megfogalmazni leginkább, mintha egy bulldozert vezetnénk. Elképesztő nagy az autó, tehát 2 méter széles, és mindenhova így megyünk be, hogy Isten, talán elférünk, de általában el szoktunk azért férni vele. És amikor gázt adunk, akkor így megemelkedik az eleje az autónak, és a V6-os amúgy tökre szépen szól az autóban. Hát így zúg, de amúgy ilyen mély tónusban, úgyhogy én tökre élvezem ezt, és leginkább ahhoz tudnám hasonlítani, hogy olyan érzés, mint amikor gázt adunk egy baromi nagy motorcsónaknak, hiszen ugye nincsenek nagyon fokozatok az autóban, tehát folyamatosan egy fordulaton megy az autó, és ezért ad egy ilyen motorcsónakos érzést. De amúgy vicces, nekem tetszik, és azért érződik, hogy ez erős autó, tehát ez a 313 lóerő érződik benne. Mondjuk, hogyha Eco módban vagyunk, ami az alapmód ugye az autóban, ezen kívül van még sportunk, és az F-Sport felszereltséghez még egy Sport Plus is jár, meg ugye a digitális kijelző, de hogy Eco módban azért kicsit lomha az autó, és elinduláshoz, hogy normális tempóban el tudjunk indulni, szinte 3/4-ig be kell nyomni a gázt. Úgyhogy aki éppen átszokóban van egy sima benzines autóról, annak elsősorban a sportmódot javaslom mindennapi használatra. Itt ugyanúgy hibrid az autó, nem fog tönkre menni tőle teljesen a fogyasztásunk, viszont el fogunk vele tudni normális gázadással indulni. Ezen kívül van még egy EV módunk az autóban, és hát igazából az autó egy
7,7 másodperc alatti 0-100-at tud, amitől egy autófanatikus nem fog szívdobogást kapni, de szerencsére ez az autó nem is nekik készült. Ez sokkal inkább arról szól, hogy átradőljünk ezekben a marha kényelmes puha fotelekben, élvezzük a puha bőrkárpitot és csak krúzoljunk. Az autó gyönyörűen megy át az összes huppanón, kátyún, csak így lebegünk és nagyon élvezzük az utat vele. Az is még tök pozitív az autóban, hogy az összes vezetés segítő elektronika nem próbál minket folyamatosan kordában tartani, mint például a német vetélytársakban. Itt arra gondolok, hogy például a sávtartó rendszer nem akarja állandóan kitépni a kezemből a kormányt. Meg is lepődtem eleinte, azt hittem, hogy úristen, ki vannak kapcsolva az elektronikák, de nem, be vannak kapcsolva, csak ez ilyen tök kultúráltan. Nem szívbajos, de hogyha gáz van, például vészfékezésről van szó, akkor tényleg megállítja az autót, de nem fog minket feleslegesen nyektetni azzal, hogy úristen, ne hagyd el a sávot. És hát ezt a szegény szerencsétlen Lexust állandóan az összes gonosz autós magazin és autós YouTube csatorna összehasonlítgatja sok német vetélytársal, és ott egyszerűen mindig vesztesként kerül ki, pedig ez az autó nem is akar ezek ellen versenyezni. Ez az autó sokkal inkább például az Infiniti QX60 ellen lett kitalálva, mint sem a német BMW X5, Audi Q7, vagy beszéljünk bármiről itt. Ez az autó inkább az amerikai piacra és az ázsiai piacra tervezve az Infiniti ellen, mint sem az európaira, és ezért találunk sok minden rosszat benne, de szerintem ebben a szegmensben ez az autó elképesztő jó, úgyhogy így kell nézni ezt. Hogyha tetszett ez a videó, iratkozzatok fel a Powerslide YouTube csatornájára, ne felejtsétek el megnyomni a kis csengő ikont, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!